Beckó. A Vág menti Inóc-hegység tövében, a Vág bal partján, a völgy síkságából kiemelkedő magányos mészkősziklára épült Beckóvára. Már harmadik Béla király névtelen jegyzője, Anonymus is említi, Blundus, Bolondosvár néven, sokáig Bolondócnak is hívták. Minden valószínűség szerint eredetileg a Nagy Morva fejedelemség egyik keleti határvárának épült, de akkor még favár volt. Kővárra az Árpádházi királyok építették ki, királyi várként először 1228-ban említik az okmányok. Később Trencsényi Csák Máté kezébe került, Csák halála után Beckó ismét királyi birtok lett, majd Nagy Lajos király 1379-ben Bánfi Miklósnak adományozta a nápolyi csatában tanúsított vitézségért. 1388-ban Zsigmond király Stibor vajdának adta. A vármondái közül a legtöbb elbeszélés ehhez a Stiborhoz fűződik. Stibor unokája, Katalin, Bánfi Pál királyi főlovászmesterhez menvén feleségül, újra a bánfiaké lett a vár, és ővék is maradt 1646-ig. A törökök 1599-ben Beckót is megostromolták, nem sikerült azonban bevenniük, és ezt tapasztalva Beckó vára a környék nemesei számára biztos menedékhelyül szolgált. 1707-ben a kuruc vezér Ocskai László, aki egyébként a közelben lakott, foglalta el Beckót második Rákóczi Ferenc fejedelem számára. Beckó 1727-ben leégett, azóta romokban hever. Bejárása helyenként életveszélyes, ezért el van zárva a közönség elől. Ma is egyike Szlovákia legnagyobb méretű gótikus reneszánsz vár emlékeinek. Nagy lakótornya, emeletes fala, messzire látszik. Ennek a várnak van ám sok mondája. Alig ha akad a vágmenti várak, várromok között másik, amelyikkel annyi mesés történet foglalkozna, mint éppen Beckóval. Már csak neve is mennyi van, Beckó, Blundus, Bolondos, Bolondóc, és ura is mennyi volt, Béla király, Károly király, Zsigmond király, a nyitrai püspök, Csák Máté, Stibor vajda, Bánfi Miklós, Rákóczi Ferenc, a mennyászki várók, és rajtuk kívül még néhány. Romjaiban is hatalmas maradvány ma is, mely Vágújhely felől messzire látszik, átellenben Bogoszlóval. Szinte neki támaszkodik az Inóc-hegységnek, szembenéz a Fehér Kárpátokkal. Az erdő rengeteg, amely a hátvédje, Galgócnál kezdődik, és felér a Beszkidekig. Ha sikerül a várudvarra bejutnod, kerítés védi a romokat, álló óráig bolyonghatsz a kövek, lépcsők, ledőlt tornyok, üresen tátongó ablakok, ingatag párkányok, hűvös fülkék között. Csak a szikla meredélyhez ne közelíts, életveszélyes. Erről a meredek szikláról szól az egyik történet. A vár egyik leghíresebb gazdája Stibor vajda volt, ez a lengyel származású nagyúr Nagy Lajos királynak és Zsigmond királynak kedves embere. A rege úgy tartja, hogy amikor még nem épült föl a vár, az Inóc rengetegeiben vadászgatott Stibor vajda az ő kedves embereivel. A legkedvesebbek közé tartozott Beckó, az okos, bölcs, udvari bolond. Talpra esett mondásaival, tréfáival egész társaságokat tudott megnevettetni, de hiszen ez volt a dolga. A vadkergetés pihenő óráiban, esti tábortűznél nem volt külön szórakoztató Beckó bolondál. Szarvasbőgés ideje volt, a vadászat már harmadik napja tartott. A harmadik nap délutánján hosszú pihenőre tértek. Nyáson sült az őszcomb, a nyírfajd, a vajda udvari szakácsai forgolódtak a nyársak, tálak, serpenyők világában, az udvari bortöltögető serényen járt körül a boroskannával. Nagy jó kedvük vala az uraknak, eleddig igen sikeres volt a vadkergetés. Az evés-ivás vidám zajában egyszer csak megszólalt a házigazda, Stibor. Azt szeretném tudni, mit csinál most Budán a király, Zsigmond felséges úr. Találgatták az urak, de egyik felelet sem tetszett Stibornak. Ránézett Beckóra, aki éppen egy nyúlcombbal foglalatoskodott. Te mit mondanál, Beckó? Ő felsége most is, mint rendesen, éppen adósságot csinál, felelte kapásból a bolond. Mindenki nevetett, helyeselt. Okos ember az én bolondom, hajtott fel egy ibrik bort
a vajda, Stibor úr. Hát, ha olyan okos vagy, fordult hozzá az egyik Podmanicki, mondd meg, mi az? Sárga is, piros is, tüzes is, langyos is, egyik oldalon fel, másik oldalon le, és amikor sötét, akkor is világos. A nap, vágta rá azon mód a bolond. Igazad van, nevetett a manéni Podmanicki, de a nyitrai püspök sem hagyta magát. Mondd meg, ha oly okos vagy, miért feszítettél Krisztust keresztre? No, csak ezt ne kérdezte volna, mert Beszkó rögtön megfelelt. Hát mert a zsidók okos emberek, úgy tartották, hogyha az atya örök életű, minek még egy fiú is. Most már a püspök rovására nevettek, hogy Beckó így fején találta a szöget. Stibor vajdát megszállta a nagy lelkűség, felemelte fakupáját, csendet intett, és így szólt. Szeretem az eszességedet, Beckó, kér tőlem akármit, megadom, megteszem. Beckó savanyúan mosolyodott el, mint a éppen vadalmába harapott volna. Uram, hatalmas vajda, sokat ígértél már te nekem, nem adtál meg semmit, nem vagy irántam valami bőkezű. Az urak és szolgalegények most csak a bajuszok alatt mosolyogtak, nem illett a házigazdát kinevetni, de igazat adtak a bolondnak. Stibor vajda kissé elszégyelte magát. Kér csak, megadom, mondta. Hát jól van, lélegzett egy nagyot Beckó. Nézd csak, uram, itt ez a nagy szikla, építs nekem a sziklára várat. Stibor meghökkent. Ekkora kérésre nem gondolt, de aztán bólintott, mert minden szem reátekintett, és senki sem hitte, hogy ígéretét Stibor valóra is váltja. Megadom! 2 év múlva áll a vár! Minden jobb ágyát, ácsát, kőművesét, kőfaragóját, mészégetőjét, téglavetőjét, pallérját befogta Stibor, hogy építse a várat. Aki nem akart munkába állni, kényszerítette. A vágvizén keresztül láncot húzatott, úgy fogta el a tutajosokat robotmunkára, aki a réven kelt át, azt is elhozatta. Érkeztek asztalosok, kárpitosok, ötvösök és kutyapecérek, lovászok és szakácsok, kertészek és kútásók. 2 év múlva állt a vár. Mindenki ámulva állt meg előtte. Tetszett az új vár Beckó bolondnak is, de még jobban magának az úrnak, Stibor vajdának. Elkomorodott. Túlságosan szép és nagy neked ez a vár, mondta Beckónak. Azt én nem mondtam, miért építs, felelte Beckó, de ha nekem építetted, beköltözöm. Nekem tetszik a legeslegjobban. Elveszem tőled. Akkor eleve hazudtál, szabad nem tartottad. Megveszem tőled. Ez még mindig a jobbik eset, vonogatta a vállát a bolond, mert tudom már, hogy így és úgy is elszednéd tőlem. Annyi aranyat adsz, amennyit a hátamon elbírok cipelni, tiéd a vár, és még egy feltételem van, az, hogy a vár az én nevem viselje. Rendben van, lélegzett fel Stibor vajda, vidd az aranyadat, és a vár neve Beckó lesz, és Bolondóc. Így történt. Stibor vajda így módon mégis állotta a szavát, egy zsák aranyat adott Beckónak, és aztán még leveleit is úgy keltesztette. Kelt Bolondócom. Pazar fényben úszott Beckó vára, 30 várkastélya közül Stibor ezt szerette legjobban. Nem nagyon szerették azonban a várbeli jobbágyok, katonák és szolgák, a Stibor otthon tartózkodott, mert ha rossz kedve volt, kegyetlenül bánt velük. A korbács, a vessző szaporán mozgott az őrök kezében, és nem csak Stibor volt kegyetlen, hanem a felesége is, Dobrocsna. Történt egy nyári napon, hogy világra szóló lakodalom kezdődött a várban. Stibor vajda fia Imre tartotta esküvőjét Széchen Katalinnal. A vidám dáridó közben egyszer csak nyűszítve, szűkölve rohan be a vajda kedvenc agárkutyája, és menekül az asztal alá. Ki merészelte? Ugrott föl dühösen Stibor vajda, az örömapa. Egy öreg szolga biceget le, a keze véres volt. Véletlen volt, uram, fát hordtam a konyhára, egy hasába kutyára esett, megharapott, visszaütöttem. Stibor vajdában már gőzölgött a bor lelke, de ez éppen gonosz lélek volt, nem pedig megbocsátó. Ennél fogva a vajda kirúgta magáról a széket, és haraggal parancsolta. Bessétek le a szikláról! Uram, esett térdre az öreg szolga, Máté, a várúr előtt. Csak nem teszed ezt velem! A vendégek könyörögtek, kérlelte apósát még a menyasszony is, de Stibor nem engedett. Amit mondtam, megmondtam. Vigyétek! Elvonszolták az öreg Mátét. Az ajtóból visszafordult. Átkozott légy, vajda! Egy esztendő múlva követni fogsz.
nem szólhatott többet. Eltaszigálták az alabárdosok, és ledobták a mélybe. Sikoltása sem hallatszott. Egy év telt el, a lakodalom még mindig állt. Most volt búcsúzóban a násznép, az egymást váltó vendégsereg, az ifjú férj és a feleség. Stibor Vajda közben már Budát is megjárta, nemrég tért vissza onnan, és újult vigassággal vetette bele magát a mulatságba. Mámorosan, fáradtan kelt föl aztán az asztaltól, s hogy pihenőt találjon, a hűvös várkertbe imbolygott, árnyas házfa alá feküdt le. Elaludt, mély álomba merült. A kőfal hasadékából kígyó mászott elő, mérges vipera. Ide-oda tekeredett, s hogy a várúr keze álmában lendült egyet, és nagyot ütött a kígyót, a kígyó az alvónak neki támadt, mindkét szemét kimarta. Stibor felébredt, nem látott, fájdalmában őrjöngve futott a vakvilágba, egyenesen a meredek szikla peremére, és ott zuhant le, ahol egy évvel ezelőtt az öreg szolgát a mélybe vetették. Így teljesült be az átok. A forrásvíz, amely mellett a Vajda elaludt, ma is csobog még, és a kiálló sziklapárkány Stibor feleségének nevéről ma is Dobrocsnak kövének nevezik. Öreg emberek, itt még két fekete hollót is látnak röpködni, Stibor az egyik, Dobrocsna a másik, és arra ítéltettek, hogy addig keringenek, amíg le nem omolnak a vár utolsó kövei is. De az még soká lesz. Mert állták a kövek a török ostromát is, Labancok ágyúját, és csak Ocskai Lászlónak adták meg magukat Rákóczi nevében. Aztán sújtott a villám, emésztette zápor, végül tűz égette. Összeroskadt Beckó 250 éve, de aki jól figyel, a hollót még látja.